November 25-én adták át a felújított Szadai Jókai utcát, melynek köszönhetően 573 méteren kapott új útburkolatot, valamint a csapadékvíz elvezetését is megoldották. A beruházás a Veresegyház és környéke szennyvíz közmű társulás finanszírozásából valósulhatott meg, melynek elnöke Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere. Hálás köszönet a lakosság nevébe, Szada nagyközség nevébe mindenkinek, aki ebben részt vett, és tisztelettel kérem az első szalagátvágást Pásztor Béla polgármester úr tegye meg. Ezennel a Jókai utca és a Bucka utca útkereszteződést is beleértve ezt az utat közlekedésre megnyitom. A Jókai utca majd 500 méteres szakasza készült el. Hosszú évek óta ez az itt élő lakosoknak komoly vágya volt, nagy boldogsággal vesszük. 20 éve lakom itt, 20 éve építkeztünk, szinte napra pontosan költöztünk be. Azokban az években nem volt ritka, hogy traktorral húztuk ki a személykocsit. Mind a Bucskai utcában, amiben ez torkollik, mind itt a Jókai utcában. Szada nagyközség polgármestere megköszönte Molnár Illés helyi vállalkozónak az út felújításához nyújtott anyagi támogatását, illetve a Veresegyház és környéke szennyvízközmű társulás jövőbeli terveiről tájékoztatott. Illés úrnak is külön köszönjük, 2,5 millióval járult hozzá ahhoz a pénzhez, ami nekünk szükösen, de jó volt, de ezzel a megfejeléssel még korrektebb és jobb munkát tudtunk végezni. Köszönjük szépen, használjuk egészséget! Köszönöm. Jelen pillanatban a társulásnak ilyen pénze nincs, amit tehát csatornázás utáni útjavításra lehet felhasználni, akár úgy, hogy a önkormányzat kiegészíti és egy komolyabb útfelületet, mint ez is alakít ki, de jövőt illetően az új csatornázási területeken, mert vannak tervbe véve mind a három településen olyan új település részek, ahol lesz csatornázás, és azt követően nyilván, hogy majd gondoskodni kell azoknak a kultúrát helyreállítása. Nagyon sok függ attól, hogy a DMRV és a társulás viszonya hogy alakul. Nagyon sok függ attól, hogy ugye gyakorlatilag a DMRV egy állami támogatással tud fennmaradni, hogy ez a továbbiakban hogy fog teljesülni, átalakul, nem alakul, a támogatási rendszer, lesz benne pénz, nem lesz. Amennyiben lesz, akkor a társulásnak is lesz lehetősége. Pályázati ténykedésünk van, pályáztunk sok mindenre, és még várjuk a belterületi utaknak, földutaknak a javítására vagy építésére szánt pályázatot, ami még nem jelent meg. Az önkormányzat hozzájárulásával a mostani beruházáson kívül más utak is felújításra kerültek már a településen. Ebben az összendőben a Kertalja utcai útépítés történt önkormányzati pénzből, forrásból. A Jókai utca, amely egy 573 méter hosszú út szakaszról van szó, ez a csatornamű társulásnál a csatornázás követő helyreállítási feladatokra elkülönített pénzeszközökből történik, illetve az önkormányzat egy 4,5 millió forintos plusz keretet, valamint magánerős kiegészítéssel valósult meg. Ez az útpálya 4 méter széles, egy oldalt útszegéllyel ellátott, 4 fekvőrendőrrel, közlekedési táblákkal van kialakítva. A Dózsa-György út bekötő utcája a Bucka út, amely feltárja itt a úgymond a felső jobboldali részt a falunak. A Bucka út és a Jókai út keresztezésében van egy mélyfekvésű terület, egy állandó gondot jelentett egyrészt a Jókai utca és a Bucka útnak az elejéről a csapadékvíznek az elvezetés, amely egy-két lakó ingatlannak a helyzetét nehezítette mindez idáig. Itt gyakorlatilag zárt és nyílt árokban történik, tehát le van gyűrűzve majdnem egy kétharmad rész hozban. A legmélyebb fekvő
gyűrűzés az 3,5 méter. Tehát ekkora szintkülönbséget kellett áthidalni, és így a Bucka út és a Jókai útról levő csapadékot is végigvezetjük a Jókai utcába be egy természetes vízfolyási rendszerbe, ami a kiserdőbe folyik, és gyakorlatilag az erdő növényzetét táplálja. Oroszi Sándor, Szada polgármestere a nagyközséget érintő jövőbeli tervekről is beszélt. A jövő évi költségvetésből is tervezünk útépítéseket. Vannak olyan útjaink, amit azért kell megépíteni, mert ugye minden esetben a nagy esőzéseknél teljes mértékben elviszi a víz, és most már ez halaszthatatlan. A másik egy iskolai építés kapcsán mindenféleképpen gondolkoznunk kell a berki 6 hektáros ingatlanunk körül lévő utaknak a kiépítésével, mert ha a Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Fejlesztési Minisztérium vagy a miniszterelnökség iskolai építésre ad lehetőséget Szadának, már pedig szeretnénk iskolát építeni ahhoz tartozó objektumokkal, sőt, ha lehet középiskolát is, szakiskolát, már pedig ha erre kapunk lehetőséget, akkor első az, hogy az önkormányzat akár részben önerőből és részben pályázatból a körülötte lévő utakat tehát előkészítse, megcsinálja, mert annélkül fejlesztést végrehajtani nem lehet. Természetesen az útépítés előtt az összes közműhálózatot, tehát az, ami ide tartozik, víz, villany, csatorna, stb., ez gáz, ezeket meg kell csinálni.